Most a tényleges témánk jön, a tehetséggondozás, és Szendrő Péter professzor úr, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke szól, közös ügyünk a tehetséggondozás. Hölgyeim és uraim, nem fogok vetíteni, néhány fontos mondatot szeretnék elmondani, de mielőtt ezt megteszem, két élményemet osztom meg önökkel. Itt az aláírások során két felvidéki diák ült mellettem, és megkérdeztem tőlük, hogy mit jelent nektek ez az aláírás, és azt mondták, hogy nagyon sokat. Ha pedig ez így van, akkor ez minket kötelez arra, hogy valóban nagyon sokat jelentsen. A másik élményem Gyetvai Árpád kollégához fűződik, aki az oktatási kormányzatot képviseli, és arról beszélgettünk, hogy hány magyar diák tanulhat határon túli felsőoktatásban, és azt mondta, hogy nem is a számuk az igazi probléma, hanem a gúla csúcsaira alig-alig érnek el a mesterszakba és a doktoriskolákba. Hát ha valamiben segíthet a TDK mozgalom, akkor abban segíthet, hogy a tudósképzés, a mesterszakok, a doktoriskolák kiteljesednek, és a tehetségek eljutnak odáig. Nos, hát, hogy mihez is csatlakozunk határon túlról, néhány adatot szeretnék elmondani. Elmondom azt, hogy 60 éve van Magyarországon tudományos diákköri konferencia, nem előzmény nélküli ez, hiszen az önképzőkört jelenti ez egy kicsit tágabb vagy szűkebb értelemben, és ennek pedig évszázados hagyományai vannak a szakkollégiumokban, ötvös kollégium, többiek. És ugyanakkor azt gondolom, hogy nem csak ezek a hagyományok, hanem a magyar tehetség kibontakoztatásának, a mestertanítvány viszonynak, a klasszikus, régi magyar egyetemi főiskolai képzésben igen erősek a hagyományai. 60 éve van TDK, 30. országos konferenciát üljük. Mára már világos, hogy egy nagyon szigorú akkreditációs rendszerben azok jönnek el az országos konferenciára, akik a helyi egyetemi kari műhelyekben megméretőztek, kari egyetemi konferenciákon vesznek részt. Nos, 16 szekcióban ülésezik ez a konferencia most áprilisban, és nagyon sok embert mozgat meg, a legutóbbi 14 ezret. Hallgató, bíráló, zsűrik, szponzorok, drukkolók, mesterek. Nos, ez a rendszer, a 16 szekció, külön a műszakiak, az agrárosok, az orvosok, fizikusok, matematikusok, külön készülnek erre. A kari konferenciák adatait, hogyha megnézzük, 1600 kari intézményi konferencia két év alatt, ez készíti fel azokat a diákokat, akik mandátumot kapnak az országos konferenciára. Jelesül 15 ezer szerző, 11 ezer dolgozatot nyújtott be, és akarok, az szerint, hogy milyen jók voltak ezek a munkák, jelöltek az országos konferenciára 6 ezer dolgozatot, ez diákban többet jelent, mert sok a társszerző. Ez azt jelenti, hogy ez a helyi konferencia, ami 1600 volt, 11 ezer dolgozat és 15 ezer szerző, 8-10% a felsőbb éves egyetemi főiskolai diákságnak. Amikor Magyarországon bevezették a bolognai folyamat során az alapképzés és a mesterképzés két fokozatú rendszerét, kicsit megijedtünk, hogy mi fog történni, jelenthetem, semmi baj nem történt, mert a jelentkezők, továbbjutók jelentős része, mind a hallgatóságé is, ma a becsarol vége felé tart, tehát az alapképzés végén. Eljönnek az országos konferenciára, és mandátumot szereznek arra, hogy mesterszakosok legyenek, és majd visszatérnek két év múlva, hiszen két éves rotációban működik ez a rendszer, és akkor majd elérik a
legjobb helyezéseket, mennek tovább a doktoriskolákba a legjobbak, és tulajdonképpen az a célunk, hogy ez így is történjék. Ez a 6000 jelölt, aki mandátumot kapott az intézményekbe, most már jelentkezett a 30. Országos Tudományos Diákkörű 16 szekcióba, ez 384 tagozatot jelent, egy tagozat 5-től 20 dolgozatot és zsűrit jelent, és külön megméretést, hogy az almát a körtével lehetőleg ne hasonlítsuk össze. 4400 regisztrált dolgozatot tudok jelenteni, ők fognak versenyezni áprilisban. Hogy állunk a határon túlon? Mandátumot szerzettekkel. Hát azt jelenthetem, hogy a romániai magyar felsőoktatásból hozzánk érkezők, nagyon megijedtünk, mert az utolsó három konferenciánál 55-ről lement 35-re a számuk, de jelenthetem, most 70-en már regisztráltak. Ez egy jelentős emelkedés, éppen a duplája. A Felvidék, Délvidék és a Kárpátalja eddig olyan 10 diákot küldött, de már most, még nem is írtunk alá semmit, 20-an vannak itt, ők közülük. Én azt remélem, hogy ez a megduplázódott romániai létszám a 70 és a 20 közel 90 már egy áttörés. Áttörés lesz az is, hogy oktatótársaink, a mesterek, konzulensek átjönnek ezekre az országos konferencia szekcióülésekre, sőt, a Romániai Egyesség alapján a Romániai Magyar Felsőoktatás delegál minden szakmai bizottságunkba a 16-ban, hiszen a szekcióüléseket szakmai bizottságok szervezik. Nagyon szigorú rendben, online nevezésekkel és tulajdonképpen akkreditációval, hiszen az jöhet csak, akit a helyi megméretés az országosra érdemesnek talált. Mi szeretnénk az esélyegyenlőséget határon kívül és belül megvalósítani. Ennek már van jele is, hiszen több aranyérmes már határól túlról érkező is aranyérmet szerzett. El kell mondanom, hogy a prosciencia aranyérem a legnagyobb kitüntetésünk, ami nem csak egy szép érem, hanem Csányi Sándor, OTP elnök vezérigazgató jóvoltából egy-egy 100 000 forintos bónisz, most már talán egy évtizede. Hát két évenként ebből durván 50-et adunk át a legjobbaknak az akadémián, ahol az akadémia elnöke és a mindenkori oktatási kormányzat első embere is kezet fog azzal a diákkal, aki a jövő tudósaként. Ebből a 4000-ből eljutott az 50-ig. Nos, eddig 1988-tól kezdődően 520 aranyérmes van, akiknek kinyúltak a kapuk minden ösztöndi irányába, a doktoriskolák irányába, külföldiek képzéseként sok helyre eljutottak, és a többség vissza is jött. A TDK egyébként igazából nem a konferencia, hanem egy műhely munka diák és tanár között, amelynek megteremtődnek az intézményben a feltételei, de ez kevés, őket az országos nyilvánosság elé bocsátjuk. Nem csak a felsőoktatás ügye egy ilyen TDK konferencia, a szponzorok alkotják azt a gerincet, amikor az ország nyilvánosságának megmutatjuk, hogy tehetségek vannak a magyar felsőoktatásban. És időnként lehet szidni a felsőoktatás, de igazából ezek a tehetségek megtalálják az útjukat. A lényeg itt az, hogy a különböző intézményben szocializálódott fiatalok érezzék, hogy egy nemzedéket képviselnek, barátkozzanak, különböző szakmák jöjjenek össze, és próbálják ezt a széttöredezett világot valahogy összekovácsolni ismét. Érezzük mi azt, hogy a magyar felsőoktatásban, és gondolom így van ez a határon túlon is, a kreditrendszer, a bolonyai folyamat, és sok-sok olyan probléma, amely nem kedvez a közösségek kialakulásának, nem jó dolog. Nem jó dolog, a TDK talán olyasmi, ami ismét összehozza a diákokat, közösségeket, szocializál.
A felsőoktatási tehetséggondozásnak számos sajátos műhelye is van. Hallottuk, hogy itt Debrecenben, de ugyanígy van az Emmaüs Egyetemen, a Szegedi Tudományi Egyetemen, sok helyütt másutt is, helyi ösztöndíjak, tudományos tanácskozások, diákok és tanárok együtt. Ez mind azt a gerincet jelenti, hogy igenis, ha például a magyar felsőoktatásban, nem tudom, hogy van ez a határon túl, 400 ezer diák tanul, nappali tagozaton talán 150 ezer, igazából sosem tudjuk a számokat. Létezik egy kemény mag, egy tehetséges társaság, ott a felelősségünk fokozott, meg kell keresni a diákot, mert nem mindig az a tehetséges, aki maga keresi a mesterét, de az is az. A mesternek is meg kell keresnie a tanítványt, és együtt dolgozva egy olyan szocializációs folyamatot indítanak el, amely igazából a felsőoktatásnak dolga itt, a Kárpát-medencében és az egész világon, hogy megteremtse a tudós nemzedékek készfogását, azt az erőt, ami tovább viszi a társadalmat. Erre jó a TDK, és Magyarországon, miután nagyon sokan TDK-sok, a Magyar Akkreditációs Bizottság két elnöke itt ül éppen az utolsó előtt és a jelenlegi, minden olyan minősítésnél, mikor arról van szó, hogy valakiből professzor lesz, vagy egy szakot akkreditálunk, mindig rákérdeznek arra is. Tessék mondani, az igazi produkció, a tudományos iskola teremtés hogy áll nálatok? Vajon a tehetségek érzik-e, hogy nagyszerű tudósok dolgoznak abban a műhelyben? Megfelelő a feltételrendszer ahhoz, hogy önmaguk is ezt az utat járják. Ha elmegyünk a Tudományos Akadémiára, és az a kérdés, hogy kiből legyen az akadémiai doktor, vagy az akadémikus, ott is megkérdezzük már. Te mester, van már tanítványod? És ez adja az erőt, az elismerést. Mert igaz ugyan, hogy a mi kitüntetési rendszerünkben mestertanár aranyérmeket is osztunk, hasonlóképpen 50-et, az igazi elismerés a társadalom elismerése, az elismerők elismerése, meg az az érzés, hogy van egy olyan diák, aki 20 év múlva is azt mondja, hogy te voltál a mesterem, professzor úr, erre én emlékszem egy életen át. Nem fizetik túl az egyetemi oktatókat, kutatókat, de talán ez az érzés tartja őket fiatalon és hitben, hogy érdemes csinálni, amit csinálunk. Nos, ebbe a rendszerbe szeretnénk az országos döntő rendszerébe vendégül látni szakembereket, tanárokat, vezetőket és diákjaikat, akik hisznek abban, hogy sok értelme volt ennek az aláírásnak. Jó úton járunk, a számok csak részben fedik ezt, de én azt remélem, hogy a 31. Országos Tudományos Diákkari Konferencián még többen jönnek a határon túlról, beülnek a tanárok a zsűrikbe, a jelöltek versenyeznek, nyernek, barátkoznak és építik a Kárpát-medencei magyar értelmiség jövőjét. Ez is fontos, de az is fontos, hogy tanuljunk azokból a diákkari konferenciákból, amelyek nehezebb körülmények között a határon túl nagyszerű eredményeket élnek, értek el, itt a plakátokat kitettük, irigylem is a nagyszerű grafikákat délvidéken, Erdélyben, a Párciumban, nagyon sok kis konferencia van már, onnan mi is tanulhatunk, és az igazi az lesz majd egyszer, talán eljutunk oda, hogy lesz egy olyan OTDK, amelynek egyes szekciói esetleg valahol határon túl Kolozsvárot, vagy esetleg a délvidéken, vagy Nyitrán lesznek megszervezve. Ez a jövő, de nem egyszerű az út, mert mást jelent ma a határon túlról egy jelöltnek átjönni az országos konferenciára, mint Szegedről elmenni Debrecenbe, bár ez is elég drága, de valahogy az intézmények ezt kikalkulálják. Ezt azt hiszem jól tudja a kormányzat, és a segítség meg fog érkezni. Ebben a hídben kívánok minden alárjónak sok sikert és együttműködést. Áprilisban találkozunk, mindenkit meg fogunk hívni az akadémiára novemberben, mikor a díjkiosztás lesz, és remélem, hogy az önök, a ti diákjaitok is majd kellően fognak szerepelni.
nincsen határ a tehetségben, a tehetségek szabad áramlása akkor következik be, ha tehetségbarát lesz a felsőoktatás, a társadalom, és egyszer talán a világ is. És a GDP-nek hány százaléka mikor kerül a kutatás, oktatás irányába? Hát ki tudja, a számok mindig szépek. Tartunk a 1,5% felé, ennek is van határideje terveinkben, aztán a 3% felé. Én azt gondolom, az is érdekes, hogy nominál értékben ez mennyi, és hogyan segíti a világot. Nekünk a tehetség ránk bizatott, ami genetikai kérdés, de azon kívül, hogy felismerjük, segítsük, egy szerves kapcsolattá építsük a jövő felé, ez már a mi dolgunk, vezetőké, tanároké, diákoké egyaránt. Nos hát, ígértem, hogy behozok egy kis időt, talán sikerült. Nagy reményekkel vagyok az aláírás eredményessége irányába, de azt hiszem, ez a remény realitás, hiszen napról napra jobb a helyzet az együttműködésben és a TDK-ban is. Várok szeretettel mindenkit, vannak itt program meghívók, majd munkatársaim odaadják. Áprilisban 16 konferencia, 15 ezer résztvevővel, ebből a pályázók 4400-an lesznek, és köztük lesz csak nem 100 határon túli magyar, soha ennyi még nem volt. Növekedjék a számok. Köszönöm a figyelmet.